madarat frekvenciájáról. Érdefem 101.3, majdnem szombat, pláne délután. Itt vagyunk, kérem, most már gumizenét is megszüntettük, hogy kristálytisztán hallható legyen az a komoly tartalom, amivel most mit szolgálni fogunk. Azért tudjuk jó, hogy nagyon sokan szeretik ezt a témát, nagyon sokan vagyunk kutyások, immáron 6. alkalommal ülünk így össze Kuris Anitával, viselkedésterapeutával, etológussal, mindent a kutyákról, vagy majdnem mindent a kutyákról, kinek hogy szimpatikusabb ez a majdnem szombaton belüli sorozat elnevezésünk. Esettanulmányok, amivel egy picit fogunk foglalkozni, majd megmondjuk, hogy ez miért és hogyan, és hát tényleg hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, mert úgy érezzük, hogy azért amennyire szélesen le lehetett fedni a kutya kontra ember témáját, azt mi igyekeztünk teljesíteni. És ha már esettanulmányok, először is szia! Hello, Tomi! Próbálok felzárkózni és szóhoz jutni. Köszönöm az ismételt meghívást. Hát, a hallgatókat. Mindjárt ömleni fog belőled a szó. Itt az esettanulmányok vázlat kapcsán ide van írva, ugye, hogy a kanapén nyugodtan alvó kutya. Én erre rögtön le is csapok. Okay. Erre, mert hogy... Ne fájjon, igen. Nem, hogy nálunk ez van, képzeld el, hogy olyan szintű váltás lett már, hogy körül ez a nyár volt az, amikor eddig mindig, mikor megérkeztünk, kijött elénk az ajtóhoz, és úgy örült. Most már nem jön ki, most már csak a kanapéről örül. Birtokba vette a... Hogy ott, hogy látom a farkán, hogy rendben van, örülök, hogy megjöttetek, de én már meg nem mozdulok. Ez jó jel? Azt gondolom, hogy ez egy nyugodtságot feltételez. Én azért hoztam ezt a szimbólumot, mert eléggé jól példázza azt a vágyképet, amit így a gazdik szeretnek várni, hogy én egy olyan kutyát szeretnék, aki a kanapén nyugodtan jól el van. Csak ugye amikor, és valószínűleg nem vagyok túl reprezentatív a mintavételben, mert hogy én ugye többségében olyan kutyákkal találkozom, akiknél van valami gond, valamilyen viselkedési gond, és azt gondolom, hogy ez a kanapé kutyaság, ez a jól létnek a végeredménye. Tehát az a felnőtt kutya, aki már tisztában van a képességeivel, a tudásával, az önbizalmával, tudja, hogy neki mi a dolga a világban, annak van egy ilyen jól levő kanapé léte. De amikor vagy nekem van egy problémás kutyám, akkor sajnos nem állhatok úgy neki, hogy legyünk a kanapén együtt, és akkor az úgy jó lesz, mert ezt a végeredményhez vezető utat valahogy meg kell teremteni. Tehát, hogyha én a játszószín helyett és a kontrollszintért a kanapén teszem lehetővé, hogy a kutyám ott velem mindenféle kommunikációba, vagy mindenféle lehetőségbe kerüljön, akkor nem vagyok benne biztos, hogy felnőtt korában egy kiegyensúlyozott, nyugodtan kanapén alvó kutya lesz. Uh-huh. Tehát egy kamasz kutya és egy kölyök kutya erre még nem alkalmas, hogy ő a kanapét jól tudja használni. Ahhoz nagyon hosszú út vezet, és nagyon sok a tevőleges gazda ként a tevőleges szerepem abban, hogy az a kutya hogy fogja magát felnőtt korára olyan jól érezni, hogy ne legyen dolga bizonyos eseményekkel, például a csöngetnek, például a jön a valaki. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen végcél, és addig viszont én azt látom, hogy a gazdának nagyon sok a tevőleges dolga, hogy a kutya legyen olyan jól, hogy ott már nyugodtan legyen. És ehhez most olyan esettanulmányokat hoztam, akikkel én a napjainkban foglalkozom, tehát olyan családokkal dolgozom, ahol mindenféle problémák ütötték fel a fejüket, és azért is érdekes ez, mert sokszor a gazdi megkeresésekor elmondott probléma hátterében még több más is áll, ami utána egy adott viselkedéshez vezetett. Például van most egy olyan tacskó kislány párom, a Mokki és a Molly. Mokka és a Molly, ők ilyen kis Cunningham tacsik, nagyon helyesek, benne laknak a városban. És azzal keresett meg a fiatal házaspár, hogy az egyik kutya az utcán nagyon reaktív. És elmentem ugye hozzájuk családlátogatásra, hogy az ilyenkor lenni szokott, és közben kiderült, hogy egyébként jön a baba a családba, tehát itt azért jelentősen meg fog változni a gazdi figyelmének és
elérhetőségének a mértéke, és közben az is kiderült, hogy a másik kutya pedig a lakáson belül tartja a gazdit meglepően intenzív kontroll alatt. Tehát nem tudott a hölgy velem úgy beszélgetni, hogy az a kiskutya ne folyamatosan őt nézte volna, és lett volna attól nagyon feszült, hogy nem tud hozzá oda menni. És ezzel az alaphelyzettel kezdtünk el dolgozni, és nyilván azzal kezdtük, mint egyébként mindenkinél szoktam, hogy az a bizonyos feladatban tarthatóság, feladatok elvégzése, itt van egy olyan izgalmasság, hogy képes vagyok-e gazdaként megadni a kutyámnak a figyelem olyan magas fokát, ahol a jelenlétemről biztosítom őt. Tehát tudok-e annyira jelen lenni vele, hogy észreveszem, ha ő nincs jelen, és megteremtsem, hogy ő is jelen tudjon lenni, mert ennek a mélysége olyan önbizalom növekedést eredményez a kutyáknál, nem utolsó sorban a dicséret, amit ugye ilyenkor a feladatok végzésében megkapott dicséret szintén odaépül be, hogy szükség van rám, fontos vagyok, kellek, jól vagyok, de ahhoz a gazdának is ott kell lenni, hogy lássa, hogy a kutya úgy immelámmal csinál valamit, vagy ténylegesen erőfeszítést tesz bele. És ez egy nagyon izgalmas téma, ezeket meglátni, hogy nem lépjél még kettőt, hogy keljen feléd mozduljon, hogy tegye oda magát, hogy legyen ő is jelen, mert ez az erőfeszítés hozza meg azt a dicsőséget, hogy én most jól vagyok. És ennek a, tehát ezt kitisztázni, hogy a kutya tudjon jelen lenni, amikor aktív jelenlétek szeretnék, mert amikor én hazamegyek, és esetleg tényleg a frissen kórházból hazahozott gyermekemmel kell lennem, ott nem fogok tudni a kutyának elérhetővé válni, és addigra a kutyának értenie kell azt, hogy én most azért tudok jól lenni magammal, mert van annyi önbizalmam, hogy tudok nélküled lenni. És ezeket a kis billegéseket, ezeket a kis szereléseket rakom ilyenkor helyre, mielőtt még nyilván a gyermek megérkezik, és élesben kéne a kutyának avval szembesülni, hogy én most nem kellek. És nem azért nem kellek, mert nem vagyok fontos, hanem azért, mert most nem a te időd van. Csak ezt egy kutyának nem fogod tudni elmagyarázni. Ez konkrét cselekvő példákkal hogyan lehet megoldani? Mik azok a gyakorlatok, feladatok, amikkel be lehet vezetni őt abba, hogy mire eljutunk ebbe a szituációba, az a kutya tényleg azzal az önbizalommal álljon egy gyerek érkezéséhez, hogy ez semmilyen oldalról ne okozzon problémát. Az a rendkívül egyszerűség ebben a bonyolultságnak hangzó jelenlétben, hogy én itt nem gondolok nagyon bonyolult feladatokra. Én egy fektetést is a háromszög technikának szoktam hívni a tanfolyamaimon, amikor például egy fektető utasítást három különböző ponton egymás után kérek a kutyától úgy, hogy a pontok között a kutyának a gazda felé kell közelednie, tehát invitálja a gazda magával a kutyát, nem hívja, csak a cselekvésével, akár a jutalomfalatával mozgatja a kutyát maga felé, majd amikor a gazdi megáll, kér egy utasítja, vagy kézjellel, vagy hangjellel kéri őt egy fekvő pozícióra, de ott nagyon fog látszódni a kettejük elhelyezkedéséből, a kutya testtartásából, hogy mennyire van jelen, és az adott feladatnak mely szintjét tudom kérni. Tehát kézjellel kell-e utasítsam, jutalomfalattal kell-e megvezessem, vagy elég hangjellel. Tehát vannak azok a fokozatok, amik a jelenlétet tesztelik. És ha a kutya oda tud figyelni rám, és van köztünk egy olyan bejáratott gyakorlat, hogy érti, hogy én most a fektetést szeretném, akkor azt helyszíntől függetlenül, tehát a helyszín is egy terhelő tényező, mondjuk egy zajos, hangos, zsúfolt. Más ingerek is bejöhetnek, van, igen. Van egy játéka a helyszínterhelésnek, van egy játéka a feladat szintjének
tudásában, és ennek a helyes belövésével én tudom a kutyát annyira bele szűkíteni abba az ott töltött időben, ráadásul avval, hogy én mozgatom őt, állandóan kizökkentem a környezetben rendelkezésre álló távoli ingerek bámulásából, mely bámulás egyébként jellemzően beszokta hozni a reaktivitást. Tehát, hogy én ennyire intenzíven vagyok jelen, és én látom a kutya szemsarkából, a fülmozgásából, a testtartásából, látom, hogy ő mindjárt ki fog nézni a gurulós kocsit húzó nénire, vagy ki is nézed, de ott még van egy másodpercem, hogy abból kifordítsam, mert én annyira jelen vagyok, hogy én is nézem őt, és ettől a tűpontos jelenléttől mindenki frankon ott lesz fejben, és ez azért lesz marha jó, mert ha a néniből egy mellékes ingert gyártok ezáltal, mert a kutya fókuszában a feladat áll, akkor lesz a kutya agyának egy olyan tudása, egyszeri alkalommal egyszeri néniről, hogy most ignoráltam azt a nénit. És ha én tudom ezt az ignorációt, ezt a nem számít, közömbös, nem figyelek rá érzést, tudom többször és többször megvalósítani azáltal, hogy a kutya feladatban van velem, lesz az önmagáról alkotott tudásában egy olyan képe, hogy képes vagyok nem ugatni a nénire. Természetesen a néni tudom kutyának helyettesíteni, rolleresnek, világos. Jelzőtáblának, tök mindegy. A lényeg tudom, az... Tudom, hogy bocsáss meg, hogy ezt nem lehet strigulázni, de körülbelül mennyi az a gyakorlatszám, mondjuk most a néni példájával élve, ami okay. után már a kutya gondolkodásmódja, az ottani jelenlévősége, a tudatossága át tud kapcsolni abba, hogy tényleg ne érdekelje. Nagyon jó a néni. Ez a kérdés, Tomi, ugyanis azt látom, hogy nagyon sok gazdi azért, bocs, azért a szlengért csekkol ki a terápiából, mert egyszerűen megunja, nem tudja kivárni, és nem látja, hogy ez egy mikro, inimini szituációs helyzetek sorozatából álló hosszú-hosszú változás, és sajnos igen, gyors eredményt vár, és akkor bejön az a klasszikus teljesen téves reakció egy ilyen helyzetre, hogy megrángatja, megbünteti, rászól, ráüvölt, rácsap, tehát van egy szidás. Na most egy reaktív helyzetet nem lehet szídni, mert az egy minta, az egy választás nem választás. Tehát hiába csapsz fejbe, attól még az a reflex, hogy reagálnom kell, az fejbe csapva is be fog jönni. De olyant az agynak csak úgy tudsz mutatni, hogy ez nem volt az én dolgom, ez a néni, ha saját magával szembesíted a kutyát, hogy most nem volt dolgod a néni. Hogy mennyi ez a darabszám? Én azért azt gondolom, hogy először lásd, hogy mi az a távolság, ahol a kutyád nem vonódik be, utána lásd meg ennek a mozgatásnak az eredményét, és utána csinálj belőle rendszert, és mondjuk egy ilyen 300-as, 400-as mintaszám után kaphatod azt az eredményt, hogy jé, most már nem reagált. Jé, mert én úgy tudtam tartani a pórázt, úgy sétáltam el, olyan távolságban voltunk, hogy a kutyám nem vonódott be. De nem az én kedvemért nem vonódott be, a saját szükséglete miatt nem. Tehát nem tartotta szükséges. Hát mert a sok gyakorlással átprogramozódott ő is ezen a területen. Lett az agyának egy B választhatósága, és akkor ettől az egyrészt lett egy olyan, hogy ilyenkor szoktam feladatot végezni vele, tehát az lett a B, hogy akár dolgozhatunk is, de az agynak lett egy olyan tudása is, hogy nem szoktam. Azért nem szoktam, mert közben más szoktam csinálni, de utána már képes vagyok önmagamban a nem szoktamra is
Ezt hívják közömbösítésnek. Most mondod ezt a 300-400 ismétlés számot körülbelül, mondtam egy számot. Értem, hogyha ezt mondjuk minden napra vetítem, akkor tulajdonképpen egy év alatt már érhetünk el olyan eredményt, hogy ott van az bizonyos B-verzió a kutya számára. Igen, tehát hogy én tényleg azt látom, hogy az ember, hogy a gazdik sajnos nem elég türelmesek és nem elég toleránsak a helyzetben, és valamiért gyors változást hisznek és remélnek, közben akár ha veszünk egy humán terápiát, ha én elmegyek, nem tudom én, egy szorongás problémával egy pszichológushoz, az se lesz 2 hét múlva kész, hanem abból is vélhetően 2-3 év. Hát a maratoni futó se hétfőről szerdára futotta le a távot. Elképzelhető, meg ugye a fogyókúra se karácsonyról új évre történik, tehát hogy igen, le a szóval, hogy valamiért, igen, ezek a gyors megoldások sajnos el... olybá tűnhet, ráadásul a tüneti ebben még nincs is tüneti kezelés, mert nem tudom én, ha nagyobbat kiáltok, vagy nagyobbat rántok azon a pórászáron, attól még a kutya ugyanúgy zűrzavarba lesz, mert nincsen egy kialakított, megfelelő mintaszámú másik reakció felépítve. Az elmének sajnos kell az ismétlés. Hát ezt nem lehet fölgyorsítani. Meg ezt nem lehet megúszni. Tehát, hogyha tényleg eredményre vágyunk, akkor azért viszont a munkát bele kell tenni. Itt van még egy nagyon érdekes. Hazaköltözött a lányom, és ettől szeparál a kutya. Igen, ez nagyon... Nagyon jó pofa, nagyon szeretem az ilyen eseteket, mert gyakorlatilag mindegyik más valamilyen módon, hiszen mindig más a felkérés a terápiára. Itt ez volt a hölgy megkeresésének indoka, igen, hogy azért lett a kutya szeparációs szorongó otthon, mert a lánya beköltözött ismét a lakásba, és akkor hosszas beszélgetés, ugye ilyen állapot felmérés során kiderült, ugye hát ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni a kutyának a hétköznapjait, kiderült, hogy egy magasan képzett, haladó tanfolyamot elvégzett kutya, tehát nagyon szépen látszik, hogy az iskolába járás, az iskolás tudás a hétköznapokban nem feltétlenül segít a hétköznapok értésében, tehát hiába van neki nem tudom milyen felsőfokú papírja a profi seggen pörgésről elnézést, attól még ő otthon nagyon reaktív, a szomszédokra mindig ugalt, amikor én megérkeztem, úgy kellett őt, nem tudom, lefogni, hogy ne kapjon le a tiszkörmömről, tehát egy nagyon impulzív kiskutya volt, és nyilván hát ez sejthető is, hogy aki otthon ennyire izgatott, ha valaki jön, akkor annál a szeparációs szorongás majdhogy nem így velejáró társviselkedés, mert ez mindenképp egy ilyen magasan vibráló, izgatott elmeállapot mind a két véglet. Tehát az otthonában izgatott kutya, az izgatott lesz, ha valaki jön, és izgatott lesz akkor is, hogyha a gazdi elmegy otthonról, de a hosszas beszélgetés során kiderült, hogy azért az utcai sétájuk során a kutya nagyon sokszor csinál azt, amihez kedve van, nagyon sokat alakítja úgy, hogy a gazdi dolgozzon vele. Tehát a feladatot a kutya kezdeményezi, és a kutyákkal nem is kommunikál, tehát nagyon magának való a sétán, viszont a lakásban a gazdinak van egy olyan igénye, hogy a kiskutya még a gangra cigizni is kimenjen vele. Tehát van egy ilyen folyamatos együttlevésük, egy folyamatos kapcsolódásuk a lakásban. És ebbe belelépett most valaki. És ebbe a túláradó szinte, ugye erre szoktam mondani, hogy csöpögő figyelem, egy ilyen vége sincsen kutyás hétköznapiságba, belelépett a hölgynek a lánya, amely belépés ugye megváltoztatta a csapat létszámát, a figyelemviszonyokat, a területviszony, gondolom, itt erről is beszélhetünk. Hogy itt azért nagyon sok dolog egyszerre változott, és amit a kiskutya előtte szépen megcsinált, hogy otthon maradt egyedül, most emiatt az apró váltás miatt az egész buli fölborult. Jaj. És akkor hát ugye az lett a javaslatom, azon kívül, hogy a séta
jelenlétet egy kicsit megváltoztattuk, behoztuk azt a, ugye én nagyon vallom és hiszem, hogy nem kétféle állapot van, hanem azért ez a mentális hármas, ez nagyon, hogy is mondjam, életképesnek gondolom, hogy van olyan, hogy a kutyának nincs tevőleges dolga egy helyzettel, olyan is van, hogy aktívan dolgozik a gazdával, és olyan is van, hogy kutyáknak megfelelő mentális ösztönállapotban van. Tehát ennek a hármasnak az egészséges arányát és meglétét illesztettük rá a sétákra. Ez azt jelenti, hogy van olyan, hogy a gazdi pórázon halad a kutyával, és nem elérhető. Tehát nem a kutya dönti el, hogy most dob nekem egy labdát, most adj nekem egy feladatot, most hadd álljak megszaglászni, hanem van ennek egy egészséges dinamikája. Viszont cserébe otthon csak behoztuk ezt az ágynyugalmat, vagy hát ezt a, amit ugye ez a mumus kennel téma, hogy bizony a kutyának van olyan, hogy pihenő idő, nincs dolga, tudjál aludni, és lám-lám ott a gazdi viselte nagyon nehezen, hogy a kiskutya elkerült kennelbe. Tehát az volt a megdöbbentő, hogy amikor ott voltam, és addigra már egészen jól haladt a folyamat, és a kiskutya, a Montika vígan aludt a kennelben, a gazdi meg még mindig nagyon lélek facsargatva nézte az alvó kutyát. Hiszen a gangra már nem ment ki vele. Hogy akkor, nem jön velem cigizni. Tehát ott derült ki, hogy igazából neki van egy erős, neki esik nehezére, hogy a kiskutya inkább alszik, mint dohányzik, és sajnos itt a gazdival kellett bizony elmagyarázzam, hogy az a 4 éves kislány, aki velem a padon ül, ahelyett, hogy a kortársaival homokozzon, igen, nagyon jó példa, az nem biztos, hogy jól van. Tehát tudjunk leválni egymásról, és a kutyának, és hiába egy magasan képzett kutya, hogyha otthonunkban ugyanúgy nincsen leválasztva, hogy kinek mi a dolga, és tudjon pihenni, miközben én humán cselekvés sorokat csinálok, ha ez nincs egészségesen rendezve, és a gazdinak valamiért fontos a kutyával együtt csinálni bizonyos tevékenységeket, akkor lásd, egy ilyen apró változástól borul a sztori. És egy hasonló, picikét ehhez hasonló élethelyzetű a Rozália, drága kis Rozi. Igen, pontosan oda görgettem én is egyébként. Nagyon izgalmas téma. Rozika egy keverék felnőtt 4 év körüli kislánykutya, és abba a nehéz élethelyzetbe került a gazdi, bár nyilván az ő szakmaiságát tekintve egy rendkívüli fejlődési lehetőség, de Kirgizisztánba hívták a hölgyet dolgozni. Így azt lehet tudni, hogy mi az a terület, amiért valakit Kirgizisztánba hívnak? Valamilyen külügyminisztériumi tevékenység. Jó. Nagyon ígéretes állás, és nagyon jó fizetést kínál, és azt gondolom, hogy a hölgynek egy remek kilépési lehetőség a jelenlegi életéből. Ellenben van egy olyan kiskutyája, aki magasan kényszeres. Tehát megszokott sétaútvonal, megszokott otthoni viselkedéssorozat, megszokott játszmák, ha a partvis másik oldalon van, már a kiskutya megugatja, teli holdkor nem lehet hozzászólni, éjszaka nem tudom, 8-tól 10-ig itt is itt kell aludjon. Tehát olyan, hogy mondjam, meghökkentő, nyilván humorral is vehető, csak ilyenkor nem tudok sajnos humoromnál lenni, ilyenkor azt látom, hogy van egy megrekedés, így van, de hogy nyilván nagyon sokszor látom, amikor a megmosolygás, egy viselkedést a gazdi megmosolyog, közben az valahol egy bajban lévő kutya magatartása. Tehát minden esetre van ez az élethelyzet, hogy a hölgynek teljesen jó lett volna a kettőjük élete ezekkel a kis mellékzöngékkel, ha nem jön ez az állásajánlat, amire még az állatorvos is azt mondta, hogy ha nem változtat a kutya életmódján, akkor ez a kutya szívrohamot fog kapni attól a nagyon intenzív változástól, hogy új állam, nem, hogy új, nem tudom, földrész, új, el kell vinni ugye valahogy, vagy repülővel, vagy autóval, de valahogy ugye oda el kell jutni. Tehát hát olyan
intenzív változások és olyan életmód feje tetejére állás várható, hogyha nem kezdjük el a kiskutyát rendbe hozni, akkor itt komoly, akár mondom, szívelégtelenség is lehet a vége. És akkor itt mi a tréning egy ilyen esetben? Hát az, hogy itt is gyakorlatilag a gazdit szoktam, nem tudom én, vigasztalgatni, meg a zsebkendőket kínálni, mert a gazdinak esik nehezére meghozni azokat a változásokat, hogy bizony van olyan, hogy ágynyugalom, pihenőidő, nem a kutya dolga, tehát például a kutya nem akár mit eszik, nem akár hogy eszik, mert a gazdival eddig rendszeresen együtt ették a nem tudom én csirkehúst valamilyen formációban, valahonnan. Pincér vitte ki. Tehát, hogy konkrétan olyan radikális változásokat kell tenni, hogy a hölgy lelkileg nem viseli könnyen, de mondta, hogy ő elfogadja, hogy, és miután látja, hogy a kiskutya elkezdett szívesen visszavonulni a kennelbe, már meg tudja aludni az egész éjszakát, de jó, ilyen nyugodtan, már nem kell tehát hogy elkezdett ezekből a beragadásaiból szépen nyugodtabb, együttműködőbb, tehát hogy kiegyensúlyozottabbá kezd válni, és hát ugye emiatt ő, hogy is mondjam, elfogadja ezeket a változásokat, tanácsokat, de mondom, itt nagyon sokszor a gazdi lelki tusáit is azért kísér. Hát de ez már a második olyan példa, amióta belementünk ezekbe az esetekbe, hogy tulajdonképpen a gazdinak nehezebb meghozni azt a döntést, hogy a kutyáról úgymond egy picit leválasztódjon, talán ez a helyes. És az a döbbenetes, hogy van egy nyugodtan kakaós csigában alvó kutya, tehát ránézel egy kutyára, és azt mondod, hogy ő most pihen és jól van, és ennek ellenére van a gazdiba egy rendkívüli szorongás, vagy egy rendkívüli ilyen elveszettségérzés, hogy ez most, de most akkor ez kinek nem jó? Tehát, hogy látsz egy jól levő kutyát, igen, igen. És mégis a szemüveg, ami rajtad van, az azt mondatja, hogy nem kellek. Nem lehet azért, mert emberi minőséget rakunk a gondolataink mögé azzal, hogy azt mondjuk, hogy a kutya, a kennel, az olyan, mintha én lennék börtönben. Nem lehet, hogy picit ez hogy a fajta gondolkodás? Azért, mert ugye sokan ilyen pront megoldásnak használják, tehát rossz vagy, ugye ilyen sincs, hogy rossz kutya, csak olyan viselkedés, amit... Van egy nem kívánt viselkedésű kutya, és akkor berakják a kennelbe, hogy ne legyen láb alatt, és ezzel a reakcióval olyan, mintha büntetésként alkalmaznám a kennel, de hogyha ezt én úgy is élem meg, hogy én oda most bezárlak, és egy ilyen büntetés helyszínt értelmezek saját magamnak, akkor van egy ilyen állandó kiengesztelési igényem, hogy jaj, szegény, még mennyi időt kell ott legyél, hát hadd engedjen már végre ki, hogy nagyon, nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen célzattal építjük föl, mire való, és hogy mennyi energiát teszünk, szó szerint mennyi tevőleges, aktív energiát teszünk a sétákba azért, hogy a fáradt kutyát el tudjam tenni, pihenni. Tehát, hogy ennek az aktív része a nagyobb, hogy én el tudjam érni, hogy legyen egy alvó kutyám. Tehát nem úgy kezdem, hogy hagyom, hogy ott rohangáljon a lakásban, amíg akar, aztán egyszer csak bezárom. Ráadásul nem tudom, én kiszokott a ágyában ebédelni, vacsorázni, reggelizni, de azért az nem egy étterem, hanem egy alvó hely. Tehát sokan azt hiszik, hogy ott kell őket etetni, meg nem tudom. Nem. Nem kell őket ott etetni, tehát ez egy pihenőhely, csak nem mindegy, hogy milyen energiájú kutyát szeretnék én elrakni pihenni. Kérdés, hogy megteremtettem-e azt a... Az energialevezetési lehetőségeket is, hogy például. Hogy ő fáradt legyen, és oké, hogy adok neki valami rágcsát, hogy álomba rágja magát, és az sem mindegy. Tehát ugye nyilván ennek van egy elég tudatos és elég pontos szoktatási metodikája, tehát nem úgy van, hogy beraktam, bezárom, jócakát, nyúlfül, elmentem vásárolni, hanem ennek azért van egy olyan jelenléte, hogy nekem látnom kell, hogy mikor, meddig,
hogy van a kutya. Például ennél a hölgynél, aki a kislánya hazaköltözése miatt keresett meg, ott például nagyon érdekes volt, hogy ott ültem náluk a konzultáción, a kutya már szépen rendeltetésszerűen használta a kenelt, és aludt benne kakaós csigába ott mellettem, éppen nem akart megenni, mert kenelbe volt. Úgy értem, hogy nem is akart volna megenni, nem csak azért, mert kenelbe volt, hanem már elviselte, hogy ott vagyok, uh-huh. Így ott tartottunk, tehát a folyamatban ott tartottunk, és ebből az alvásból egyszer csak a kiskutya megébredt, és hát bepróbálkozott, kettőt, hármat nyüsszentett, gazdit nézve üveges tekintettel, mire a gazdi már állt volna föl, hogy jaj, hát akkor itt vagyok, segítek, szívjunk már cigit, vagy valami legyen, és én mondtam, hogy várj egy kicsit, tehát ne hagyd magad azért bevonódni, mert te sajnálod őt, várjunk egy kicsit, mert ő vissza fog feküdni. És aztán a kutya fogta magát, fordult kettőt, ahogy azt ilyenkor szokták, egy balra, meg jobbra, és visszafeküdt kakaós csigába, és ez volt ennek a üzenete, ennek a helyzetnek, hogy ott, ha a hölgy hagyja magát bevonódni, és ugye nem állítom le, akkor ő már ott megszakította volna ezt az alvási fázist. A nyugalmi állapotot. És már vége van ennek a bizonyos nincs dolgom állapotnak, és már benne vagyunk a kis megszokott mintázatba, hogy ők állandóan... Tehát, hogy itt ezért nagyon nem mindegy az én állapotom, nem azért, mert a kutya érzi rajtam, hogy, hanem mindig van egy tevőleges cselekvésem ahhoz, hogy bevonódjon. Hát az az igazság, hogy nem sokára ránk szakad a hírek. Ó. Esettanulmányokból is még millió egy van, viszont a következő órában, mikor tovább haladunk, akkor most már szerintem a kérdéseket kéne egy picit elővegyük. Okay. Ezzel semmiképp nem kurtítva a téma fontosságát, de hát ugye, ahogy látom, szinte végeláthatatlan és kimeríthetetlen, de azért ezen példákon keresztül is jól látjuk, hogy miként és hogyan működnek a kutya-ember kapcsolatok, és hogy ebben mekkora az ember felelőssége valójában. És hogy meg hogy szinte én okozom. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy a gazdi csinálja akarata ellenére, és a legnagyobb jó szándéka mellett, de a gazdi csinálja, ilyen csúnyán mondva, azt a lavinát, amitől a kutya a végén valamilyen szélsőséges, vagy nem kívánt viselkedés mintázatba jut. Mert nagyon sokszor az annyira cuki, hogy az a legjobb, ha mindig velem vanból indulunk ki. Akár, de ugye nyilván itt a kényszereknek, a beszűkülésnek, a bármilyen szélsőséges viselkedést tudom én szeretetből is táplálni. Észre veszem, hogy egyszerűen aktív cselekvőbe tartom a kutyát, mert nem tudom azt, hogy egy kicsit elengedjük egymást. Igen. Azzal fogjuk folytatni akkor majd zene, hírek zene után, hogy hallgatói kérdésekre nem én válaszolok, hanem most itt a két órában beszélgető partnerem, aki azért egyre jobban otthon van a témában, mint én. Viszont tanulom én is ezt folyamatosan, úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem hallgatók között is, akinek van kutyája, nagyon hasznos lehet. Nem csak ez, hanem az elmúlt öt rész is. Ez egy záró akkord ez a mai két óra, de hogy Kuris Anita viselkedésterapeuta és etológus az én vendégem, és kérdésekkel és válaszokkal folytatjuk. Majdnem szombat, pláne délután. Biztosan az Érdefem 101.3-on. Pontosan délután 2-től egészen 6-ig. Tutira a Madár Tamással és vendégeivel. Figyelem! A Majdnem szombat, pláne délután az Érdefem 101.3 és az Euróatlanti térség egyetlen előrehozott rádióműsora. Mindent a kutyáról, vagy a kutyákról, vagy majdnem mindent a kutyáról, vagy majdnem mindent a kutyákról. Ez a négy cím variáns, amit itt most bedobta. Ebben vagyunk most a hatodik rész. Én voltam olyan merész, azt mertem mondani, mert valahogy az érett meg bennem, hogy szinte minden főbb témát körüljártunk az elmúlt időszakban, hogy hát akkor ezt nyugodtan kezelhetjük egy záróakkornak, mert elvileg most itt akkor egyik óra a maiból esett tanulmány, a következő kérdez felelek, aztán megállapodtunk itt most a kettő óra közötti hírek alatti zenés szünetben egy óriási beszélgetésben, ami olykor lehet, hogy azt jobban kéne hallgatni a rádió hallgatóknak, mint amit itt beszélgetünk. Na jó, azért ez nem feltétlenül igaz, de annak is megvan a haszna, mint ahogy ez is, mert tényleg fontos témát érintünk. Úgyhogy folytatni fogjuk, továbbra is Kuris Anitával vagyok itt, aki viselkedésterapeuta és etológus, és hát tényleg hatodik alkalomban vagyunk, de akkor ezen jó szokásunkat, ezt a hagyományt nem törjük meg.
Viszont akkor rámehetünk, nem Anita, esetleg igen, ezekre a kérdezfelelek köszönöm, dolgokra, ami, amik olyan szinten bőr alá hatolóak, hogy valódi emberektől érkeztek ezek. Nem fiktív történetek, hanem itt valaki tényleg kíváncsi arra, hogy ő a kutyás életében, ha valamilyen akadályba ütközött, akkor azt mondjuk milyen formán lehet orvosolni vagy feloldani. Hát rögtön az első ilyen, hogy üdvözlöm, több műsorát hallgattam már, itt Anitáról van szó, nem rólam. Nem tudhatjuk. Több olyan műsort, amiben Anita megszólalt, jó? Van egy 5 éves keverék kutyám, sokat sétálunk, naponta 5-6-szor akar menni. Jó. Otthon mégis sokat hozza a labdáját, hogy dobáljam neki. Lehet, hogy nem megyünk eleget? Ó, de érdekes. Ez itt lehet az a kis laikus, nem kutyaszakértő, de kutyával élő énem megszólalt, hogy lehet, hogy tényleg az, hogy nincs megfelelően levezetve az energia, és nem feltétlenül csak a séta, hanem több feladat kéne a kutyának? Tovább megyek, és egy kicsit ilyen humán pszichológia vonalt hoznék be. Itt szerintem a gazdinak nincs meg a saját határainak a megléte. Tehát nem tudom abba hagyni, nem tudok nemet mondani, nincsenek saját határaim, mm-hmm, hogy meddig vagyok elérhető. Tehát nagyon sokszor azt szoktam mondani, hogy elmegyek valakihez egy terápiára, és akkor mondom, hogy haza lehet engem küldeni, majd 2-3 óra múlva el is fogok menni, de muszáj néha olyan dolgokat mondjak, amik esetleg kicsit rosszul esnek, vagy fájdalmasak, de nagyon sokszor a gazdi saját hozott attitűdje, megrekedései, háttere tart fönt, alakít ki, mélyít el a kutyában érzéseket, viselkedéseket, de ahogy embertársaimmal is esetleg van olyan, aki nem tudja azt mondani, hogy most nem, vagy nem, vagy mondjuk ne hívjál 8 után. Tehát hol vannak azok a korlátok, hogy a magam védelmében elég. És itt most én azt gondolom, hogy azért ez elég beszédes a kérdésfeltevés maga is, mert az, hogy a kutya akar 5-6-szor naponta menni, ebben én azt hallom ki, hogy itt van valami rendszertelenség, eleve a séták mélysége és minősége nem biztos, hogy elég jó, és ráadásul ne a kutya döntse el, hogy menjünk, mert nyilván egész nap kevés, hogyha a kutyára bízom, hogy csináljunk valamit együtt, akkor az egész nap egy kutyás program lesz. De hogyha a gazda támaszt egy egészséges napi rendet, akkor azért egy kutyának egy napi átlag 2 órás aktív időtöltés, mondjuk egy cuzánban az egész napot tekintve összesen a kutya 2 órát van úton. Játék, séta, minden egybevetve. Tehát maga a séta, mint olyan tevékenység, amikor a szabad levegőn csinálok valamit a kutyámmal, a valamit be, ugye a séta témánál megbeszéltük, hogy a séta attól lesz teljes, hogy van benne ösztöntevékenység, van benne nincs dolgom, van benne feladatban tartás, tehát hogy mindenféle ponton a kutyának megadom szellemi és fizikai elégedettséget, akkor utána ez a 2 óra, ez elég kell, hogy abban legyen, hogy utána a kutya otthon magában is tudjon lenni. Ez a magában levés, ez lehet mély alvás, felszínes alvás, és mondjuk eljátszadozom magamba, de hogy a gazdának nem kell állandóan kísérő figyelemmel ott lennie a kutya mellett, tehát egy kutya akár egy 8-10 órát is tud otthon lenni egyedül, ha jól van az életmódja összerakva, és azért az 5-6 séta naponta az nekem túlzás, tehát hogy ott valami partalanságot ez érzek. Ez tényleg nagyon sok. És egy kicsikét én rövidebbé, tartalmasabbá, és valahogy olyan tematikusabbá tervezném, hogy akkor legyen mondjuk egy nap 3 sétálnál, nem kell több, de akkor azok olyanok, hogy annak van eleje, közepe, vége, és akkor haza vagyok menve, bocsánat, és akkor utána a kutya otthon pihen. Nekem most eszembe jut, mi főleg most a kánikulai időszakra értem ezt, mert ott át kellett variálnunk a sétaszokásokat. Szerencsére a Némó nagyon hamar fölvette ezt a ritmust, amit mi kitaláltunk, hogy az napi 3 séta volt, uh-huh, az egyik volt a hajnali reggeli, de funkcionális, és ugyanígy kora délután is, csak egy funkcionális, uh-huh, hogy ő, mert nem akartuk, hogy a kánikulában kint, viszont este cserébe egy óriási séta, amikor lejjebb hűlt a levegő, és nagyon örültünk, hogy ő rájött erre és fölvette, és addig ő tudta jól, hogy
hogy pihenhet a lakásban. Én azt vettem, vagy azt szoktam ilyenkor javasolni, hogyha van egy ilyen torzulás a kapcsolatban, vagy egy picit ilyen szereptévesztés, akkor azt szoktam javasolni, hogy ezt a beszűkülést, hogy a kutya már annyira kontroll alá, ugye ezek nem tudatos dolgok, ezek ugyanolyan nem tudatos viselkedések, ahogy egyébként a humán voltunk is éli a nem tudom én 70%-át a nem tudatos cselekvésekben, de hogy ezeket a beszűküléseket én ilyenkor szoktam azt javasolni, hogy akkor most változtass séta irányt, változtass séta programot, akár szállj föl egy buszra, tehát hogy valamilyen nagyon meghökkentően máshogy csináld, akár vidd magaddal a kutya ételét, és akkor a séta során feladatokra egyen, tehát hogy valahogy az egész napi rendjében okoz egy olyan kiszámíthatatlanságot, ami attól lesz gazdára hagyatkozás, hogy nem a kutya a megszokottságát képviseli, hanem én kezdem el átvenni a döntéseket, és a döntések terhét én viselem, és ettől rendbe fog jönni ez a belső biztonságérzet. Szóval akkor itt az a javaslat tulajdonképpen, hogyha összefoglalom, hogy egyrészt változtasson ezen a úgymond napi menetrenden a kutyával, a napi sétarutinnal. Az attitűdön kell változtatni. Én döntök, én alkotom. Nem a kutya, és ilyen formán nem egy 2-3 éves gyerek dönti el a saját napi rendjét, hogy ma van kedvem óvodába menni, holnap meg nincs kedvem, meg ma van kedvem bennaludni, holnap meg nincs kedvem. Tehát, hogy ez ugyanez a kategória, hogy nem, ilyen kardinális döntésekben nem engedek egy ilyen fejletlen elmének döntéseket hozni, mert a túl nagy döntési teher szorongáshoz, beszűküléshez, kényszerekhez vezet. Tehát, hogy az én fejemben van egy egészséges napirend, és az 3 sétát feltételez. És mivel ez már egy terápiás megközelítés, itt nem lesz elég, hogy mikor van nekem kedvem, mikor hány fok van, mihez van a gazdának éppen kedve, hanem hogyha ugye vissza kell mennünk egy picit, és meg kell húzni a korlátokat, mert már eltorzult a magatartás, akkor a visszamenés mindig egy olyan hiperkontroll az elején, amiben van egy tematikus séta, kvázi mint egy recept úgy van összeállítva, és ott a gazdinak bizony az idejét, a figyelmét, a jelenlétét be kell áldozni ebbe a segítő változásba, mert a gazdinak a közreműködése miatt fog a kutya meggyógyulni, nem magától. Nekünk volt egy saját módszerünk, erre működik, ugye eleve a Nemo a marad szót tudja, hogy mit jelent. Tehát, hogy azt arra tanítottuk meg neki, amit egyébként jelent is, hogy maradunk. És nagyon sokszor... Én ebben nem értek egyet, de szerintem ebben most... Én azt gondolom, hogy egy feladat nem hagyható otthon 8 órára. De én csak mondom, hogy itt ezzel a szóval mi mit operáltunk, és hogy ő megértette. Mert nagyon sokszor próbálkozott de azzal, hogy ő is akkor ő egy plusz sétát ki akar magának harcolni, és akkor én csak annyit mondtam, hogy de nem, maradunk. Nem tudhatod, hogy ő ott mit akar. Tehát a humán fejben az van, hogy plusz séta, a kutya fejében az van, hogy nem tudok egyedül lenni. De onnantól megyek kezdve, veled, hogy megkapta ezt az úgymond vezényszót, fogta magát és lefeküdt. És ennyi, nem történt más. De nem a szavak jelentése miatt, hanem a körülmények, a életmód, a kettőnk viszonya. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy maradt szó mit jelent egy járdaszélen, mit jelent a küszöbön, mit jelent a kutyaiskolán, tehát hogy nagyon sokat, nagyon sokszor gondolják emberek, hogy a szavaknak hogy a kutyának univerzális jelentése van, holott a kutyák nagyon rosszul általánosítanak, és a nonverbális kommunikációm, a magatartásom, a körülmény, a környezeti hatás sokkal erősebb, meg a szokások sokkal erősebbek, mint a szavak súlya. Mehetünk szerintem tovább. Igen. Kérlek, akkor az van itt, hogy szeretném megtudni, hát akkor itt maradunk a sétánál még. Oké. Okay. Szeretném megtudni, hogy egy kutyának egy nap mennyit kell sétálni, hány kilométert. Hát itt azért azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez nem kilométerben mérendő.
És hát ugye ez is fajtánként szintén változhat, hogy mekkora az az energia, amit mindenképpen le kéne vezetni egy adott napon. Tehát gondolok arra, bocsáss meg is, lehet, hogy hülyeséget beszélek, ez saját megfigyelésem, igen, de azért egy francia bulldognak nem akkora a mozgásigénye, mondjuk, mint egy border collie-nak. Igen. Mert ráadásul két jó szélsőséges példát hoztál be. Mind a két fajta képviseletében dolgozom, úgy értem, hogy mind a kettő fajtából van olyan kutya, akivel dolgozom. Egyik ezért nehéz, másik azért. Azt gondolom, hogy ez a kérdés eléggé messziről közelít. Tehát tényleg itt inkább az a kérdés, hogy miről szól a séta, sem mint kilométerben. Valaki lépésszámot szokott mondani, valaki meg időt, és én azt gondolom, hogy egyik sem számít, hogy hány kilométer, hány percig megyek, mindig az számít, hogy mi történik a kutyával közben. Tehát magáról mit tud meg közben. Mit kellett csináljak, mi nem volt az én dolgom, miben kaptam segítséget, miben derült ki, hogy ügyes voltam, vagy fejlődnöm kellett valamiben. Tehát, hogy a kutya magáról von le következtetéseket, a séta során mi volt az én dolgom, mennyire értettem, hogy mi a dolgom, és jól éreztem-e magam benne, és volt-e önbizalom növekedésem. Miután a séta az ugye a napjuknak a, hát ha jól csinálom, akkor a kutya számára a séta az a napja fénypontja, hiszen akkor van úton nagyon jó esetben a gazdájával, tehát ugye az az egészséges kapcsolat, amikor a gazda sétáltatja a saját kutyáját, és van is ilyen élménye a kutyának minden nap lehetőleg mondjuk kétszer. Tehát ilyenkor a séta időtartama majdnem mindegy, hogy az mennyi, nyilván egy éjszakai alvás után nem tudom én 10 perces sétát csináljak egy border collie-val, mert az tényleg be fog csavarodni, de hogy a sétának a tartalmisága és ezekben az ösztönkielégítés részei, meg a van gazdám, meg a mi az én dolgom, ezekre valahogy kapjon választ a kutya. Én azt gondolom, hogy én innen nézném. Az nem lehet érvényes egy ilyen sétánál, hogy én eleve figyelem azt, hogy kettőnk között mi történik velem, én mikor irányítok, én mikor engedem őt, és hogy ebben mikor jön el az a pont, amikor látom, hogy úgy kicsit fárad ebben a sétában, mert én már ilyet is vettem észre, hogy azt láttam, hogy elege van, hogy itt vissza lehet nyilván fordulni. Nyilván ez korral változik, tehát amikor azt mondom, hogy az elején legyek annyira feszes, hogy a nincs dolga, a feladatban van, és a saját dolga egyensúlyát megtartsam, de hogyha haladunk az idővel, és miután ez egy folyamat, ami állandó változik, és egyszer csak a kutya készen lesz, akkor a kész kutyával már sokkal megengedőbb vagyok, sokkal több a saját dolog, elengedem pórázról, andalgunk, ott már lehet, hogy meghallgatok, vagy nem tudom, fölveszem a telefonomat, de hogy amikor már a kutyám jól van, és már érti a világát, akkor nem kell nekem nagyon tevőlegesen megfigyelnem minden momentumát, hogy van. De a korának az elején mindenképpen sokkal nagyobb jelenlétet igényel az én szerepem is. Tehát ebben van egy változás. A korral változik az én szükségletemnek a mértéke. Mármint, hogy nem az én korommal, hanem a kutyám korával. Igen, világos. És ettől a kapcsolatunknak lesz egy íve. És egyszer csak megérkezünk oda, hogy van egy kész kutyám, akit lecsatolok pórázról. Szerintem a baj az akkor van, amikor valaki túl hamar csatol le, amikor még nincs meg se az ív, se a kapcsolat, csak van egy ilyen, hát valami lesz, valami csak visszajön. Tehát, hogy nagyon sokszor megint ezt látom, hogy nincs meg ez a hagyok időt, hogy összeérjünk, hanem van egy elképzelt kanapén van a kutyám, és nagyon nehezen fogadják el, hogy figyelj, az odavezető útban van egy csomó kontroll, és meg kell érjél neked is oda, hogy lásd a kutyád, hogy mikor, milyen állapotban van, lásd, hogy jelen van, lásd, ha nincs jelen, tudd, hogy mit kell csinálni, hogy jelen legyen, lásd a fülét, a farkát, a testét, a szemét, lásd, hogy mi sok, mi kevés, mi elég. Most például
jöttem, vagy mentem hazafelé, mindegy, és egy három gyermekes anyuka oda ment egy pórázon kutyát sétáltató úrhoz, és a gyerkőcök elkezdték simogatni a kutyát, és akkor ott a anyuka aranyosan megkérdezte, hogy jaj, hát gyerekek, hát azért meg kellett volna kérdezni, hogy szabad-e. És akkor a bácsi helyes volt, mondta, hogy természetesen, és akkor ott a gyerekek ott körülvették azt a kis fehér bogyos kutyát, és ott gyűrték, és én közben így a kutya szemét néztem, akinek így egyre nagyobb lett a szeme, és akkor így láttam, hogy én értem, hogy a gazdi szerint ez így jó, csak hogy úgy már láttam a kutyán, hogy egy picit a harmadik gyerek közelebb lépése úgy egy picit már sok lett. És nyilván nem lett semmi, meg utána tovább mentek, de hogy az ilyeneket vajon látom, amikor a kutyámnak honnantól kezd el micsoda sok lenni, és ezekben én jelen vagyok, hogy most segítek, mert mivel nekem van egy Staffordshire terrierem, nekem nagyon nem volt mindegy, hogy az ilyen helyzetekben a kutyám dönt, vagy nem kell döntsön, mert én ott vagyok, hogy te figyelj, már akkora lett a pupillája, hogy én ebből a helyzetből most fogom őt kifordítani. Na, muszáj megragadnom itt az alkalmat, mert akkor egy picit még majd mielőtt a következő kérdésre rátérnénk, ez a család, kutya, más család, szélesebb család és a kutya viszonya. A feleségem családja részéről ott van egy olyan a testvérének a családja, uh-huh. ahol el lett mondva a két kisgyereknek, aki az ő családjukban van, hogy nem szereti a Némó, hogyha nagyon rámentek és folyamatosan uh-huh. taperóba van, úgyhogy finoman közelítettek, az bírja, de nem egyből nyúzni, hanem csak egy simogatás, aztán majd, hogyha ő jelzi, mert ő egy idő után jelzi, hogy lehet akkor többet is vele, uh-huh. hogy akkor egy picit uh-huh. dögönyözni, de az tényleg ő jelzi magát, és ők nem tartották be ezt a szabályt, a kutya odakapott. Uh-huh. Mi megértettük ezt az odakapást, ugye a gyerek megrémült, mi a konfliktus, az, hogy jön a gyereknek a szülője, és azt mondja, hogy mi vagyunk a hülyék, mert nem neveltük meg a kutyát. Igen. Ez csak nálunk, ez általános probléma, holott rögtön az elején lefektettük, ne nyúzzátok a kutyát. Pont. Ez ennyire egyszerű. Itt azért nyilván vannak további nehezítő tényezők, a zárt tér ezt az volt fokozza, lakás. Igen. Azon kívül a kutya saját tere, azon kívül milyen a kutya aktuális belső állapota, azt szoktam mondani, hogy hanyas szinten van, hogyha egy 1-10 skálán lehet skálázni a kutya belső nyugalmi állapotát, akkor egy 10-esen lévő kutya nyilván sokkal vehemensebben fog reagálni, mint egy nyugodtabb, tehát hogy itt a tényezők összeadódnak, ugyanakkor nyilván van a gyereknek is az a kor határ, ami alatt képtelen finom motorikára, mert még ő is, tehát itt mindenki fejletten idegrendszerű sajnos. Itt már a finom motorika kialakulásán túl vagyunk, itt ebben ez volt a legszomorúbb. Jó, tehát nyilván egy olyan gyerek, aki még mondjuk sose látott kutyát, mert nincs neki módja a kutyákkal való rendszeres találkozásra, és arra sincs módja, hogy megtanuljon egy állatot megfelelő óvatossággal érinteni, ott van egy tapasztalatlanság akár ebben is, tehát nyilván kell egy hiper segítség, mind a két félnek kell egy segítség, a kutyának is kell egy segítség, hogyha én látom a kutya szemállásán, hogy már a szemfehérjéje kezd jobban kilátszani, és már akkorára... A farok törik meg egy picit. Igen, tehát hogy olyan ezer fázisa van annak, hogy még bírom. És ott nyilván a gyerek, de tehát a gyereket is kell kontrollálni egy ponton, és a kutyát is látni kell egy másik ponton, tehát hogy ez egy ilyen nagyon sok tényezős esemény, de valóban az a baj, hogyha történt egy ilyen végeredmény, akkor ott a kutya is behúzott magának egy pipát, hogy ma nekem ezt kellett csinálni. És a következő gyerekes helyzetnél a kutyának ott lesz az a minta, hogy azért már egyszer én már szóltam gyerekre rá. Tehát, hogy erre mondom, hogy a kutyának mindig van önmagáról, vannak pipái. Ha az utcán én mindig reaktív kell, hogy legyek, akkor én nem tudok más lenni, mert ezeket kell csináljam. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen mintaszámot növel a környezet. Uh-huh. És arra én vagyok felnőttként a sajnos a rendező, a koreográfőre én leszek annak, hogy a kutya magáról mit tud meg. Hát az én feleségem ebben a pillanatban ért haza, és csak lefotózta, hogy a kutyánk alszik.
mert közben tudja, hogy mi erről beszélgetünk. Biztos hallgat minket, igen. És tényleg, a kutya is, igen. És tényleg, tehát, hogy hála a jó égnek, akkor mindig megnyugszom, hogy ott nyugalom van. Mm-hmm. Na nézzük a következő kérdést akkor. Jó napot, nagyon szépen udvariasan beköszöntek. Jó napot. Nekünk nagy kertünk van az erdő mellett, a kutya évközben oda kéreckedik ki. Miért baj, ha csak kertben van a kutya, és nem sétál? Mikor nyáron levisszük a nyaralóba, ott visszük sétálni, de ott jellemzően mindenkit megugat az utcán. Az a baja, hogy fél? Uh-huh. Hát a kérdés tart, nyilván ilyenkor én azért mindenkivel szívesen leülnék beszélgetni egy olyan 2-3 órát, hogy egy tartalmasabb képet kapjuk a kutyáról. A kérdés alapján olyan gondolataim merültek föl, hogy viszonylag rendszertelen a kutya hétköznapisága, tehát azért, ha nem sétál minden nap az év többségében, akkor neki a nagy mintavétele arról van, hogy otthon vagyok a kertben. Ráadásul ez a bizonyos bekéreckedek, kikéreckedek mondat, ez nekem azt jelzi, hogy ő azért sokat unatkozik otthon. Hát mi más tudna csinálni, igen, egy kertben. Tehát van egy kicsikét beszűkültebb életmódja attól, hogy nem élvezi az úton levés oldó szerepét. Bocsát, ez egy általános hiba egyébként, igen, nagyon sok kutyatartónál. A közvetlen környezetemben is látom, hogy attól, mert hogy kert, akkor azt úgy gondolják, hogy felülírta a séta lehetőségét be, hogy hát a kutyának amúgy is a kertben van, hogy el van ő ott. Igen, ez is egy hasonló példa, ugye itt összekeverődnek a régi idők kutyatartása, a napjaink kutyatartásával, tehát az amikor a kutyák a kertbe voltak száműzve házőrzőnek, annak a beszűkült hamis kutyának jó volt a hamisságát, kihasználtuk, mert akkor a postás se jött be. De most, hogyha ezt a kutyát, akit évközben kertre depriválunk, és utána meg nyaranta levisszük egy zsúfolt üdülővezetbe, akkor az a kutya nem nagyon fogja tudni, hogy itt most merre van előre. Tehát lesz egy nagyon bizonytalan tudása a világról, lesz egy rendelkezésre bocsájtott rapszódikus séta lehetőség, amitől lesz egy ilyen magas túlreagálása a környezetnek, mert nincsen neki semmilyen értése arról, hogy mi az én dolgom, és ki nem az én dolgom. Tehát a sétának azért több funkciója van. Egyrészt oldja a kutyát feszültségében, igen, ad neki szelepelést, más programot, elfáradást, ad neki egy kapcsolódást a gazdával, ad neki egy rutint az úton levés során találkozható ingerekről, tehát kell valvöl, tehát hogy van egy magabiztossága, és hogyha én utána ebből a megszokott útvonalból kizökkentem és átviszem egy másik élőhelyre, ott nyilván az ottani élőhelyhez is valahogy szoktatnom kell, de nagyon nem mindegy, hogy egy olyan kutyát emelek ki, aki a kukás autón kívül más nem lát évközben, és viszem mondjuk egy balatoni nyaraló vezetbe, ahol viszont a bringások, arról leresek a strandolók, tehát hogy nagyon aránytalan a mintavétel. Hát ráadásul ugye az, hogy elviszem a megszokott környezetből, ahol ugye csak a kukás autóval találkozik, egy új környezetbe, aminek egy vadonatúj inger, nem is nagyon tudja még, hogy az hogyan kezelje, és akkor ahhoz képest ott még ki is viszem a plusz ingerek köré közé. Nekem ebben ez a furcsa, hogy ha a nyaralás alatt meg tudják tenni, hogy sétáltassák, akkor az otthoni lét alatt ezt ugyanúgy megtehetnék, és hogy mégsem. Ez egy szükséglet, tehát az otthon a nagy kert ezt megoldja, a nyaraláson meg lehet, hogy ez egy közös nyaraló, tehát hogy nagyon sokszor sajnos azt látom, hogy a szükséges megoldás. Azt semmiképpen nem gondolom, hogy ez egy félés, amit ő csinál, sokkal inkább egy belső bizonytalanság, egy teljes káosz azzal kapcsolatban, hogy mi dolgom és mi nem dolgom, tehát van egy bizonytalansága, van egy bizalmatlansága, van egy reaktivitása, és túl fogja reagálni azt a környezetet, ahol az ösztönök fogják uralni a tevékenységét, mert az ugatás, vagy a kitámadás, vagy ez a reaktív viselkedés, ez inkább egy ilyen kétségbe esett kapálózás abban, hogy Jézusom, most mi dolgom van ebben? Van egy ilyen vészriadó
Én nagyon remélem, hogy akik ezt a kérdést feltették, most megkapták azt a választ, hogy nyugodtan sétáljanak vele otthoni környezetben. Így van, és az a jót jó vagy tenni. Nem jó hírem, hogy jót fog tenni, csak lehet, hogy nem lesz könnyű, mert olybá fog tűnni, hogy még nehezebb otthon a kutyával. Nyilván itt a kutya korán is fog múlni, a kapcsolat, tehát mindenképpen építeném, vagy javítanám a kapcsolatot a kutya és a gazda között, mindenképpen olyan élőhelyen történté a sétákat, ahol meg tudja élni az önfejlődését, tehát van egy ilyen jó lét ebben a sétában, vagy érezze jól magát nyilván mind a két fél. Most jön egy olyan kérdés, ami szerintem pszichológiai szempontból többszörösen összetett problémára kérdez rá, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy van egy kisgyerek, aki hát problémának azért nem nevezném, másfajta ingerekből dolgozó létezés, akkor inkább így mondanám, hiperaktivitás, mint olyan. Igen. Hogy szól a kérdés, Tomi? És a terápiás kutya, mint olyan kontra, mert mind a kettőben érzem a pszichológiai vonatkozásokat. A kérdés pedig úgy szól, hogy üdvözlöm. Hát mi is üdvözöljük. Van egy fajta tiszta golden retrieverünk. Igen. Kisfiam hiperaktív. Nekivettük a kutyát terápiás kutyának, sajnos néha durván bánik vele. Jaj. Kell-e attól tartanom, hogy a kutya megharapja őt? Hú, no, hát akkor érted, hogy miért gondoltam felvezetésnek? Mert ez szerintem egy pszichológiai szempontból többszörösen bonyolult kérdés. Ugye itt két külön definíció van. Van az a tény, hogy a gyermeknek a kutya egy kicsit ilyen odahozza a figyelmét, jelen van, élőlény, megfigyelhetem, oda vonzza a szememet, puha, viselkedik. Tehát, hogy van egy terápiás szemlélete annak, hogy a gyermek kutya mellett nő fel. Ez az egyik irány. De az, hogy egy terápiás kutya, aki a hiperaktív gyermeket segíti, itt ugye az meg már egy képzettség, hogy bizonyos fajták egyedei hosszú, tudatos és speciális képzés után terápiás vizsgát tesznek le. Igen. És ezáltal ez az egyed bizonyítottan alkalmas arra, hogy tolerálja és ignorálja az olyan viselkedéseket, melyeket mondjuk egy szellemileg visszamaradott, vagy egy mozgásában sérült ember csinál. Tehát, hogy ez két külön dolog, hogy egy kutyát alkalmassá teszek arra, hogy együttműködő és toleráns legyen ezekkel a hirtelen viselkedésekkel, vagy maga az állat létezése miatt okozzon egy figyelmi odafordulást, de az mindenképpen, hogy is mondjam, fontos, hogy az a kis kutya nem biztos, hogy alkalmassá válhat felnőtt korában terápiás kutyának, és aki ugye úgy él kölyök korától, hogy őt esetleg cibálják, vagy nem jól fogják meg, vagy nem hagyják pihenni, vagy nem tudom én mit csinálnak vele, az a kutya félni fog, bizalmatlan lesz, és igen, és hogyha olyan mértékű esetleg a fájdalomokozás, még az is lehet, hogy a kölyök az vissza fog szólni, mert hát a kölyökök egymással még az alomban is úgy viselkednek, hogyha te túl nagyot harapsz, akkor én fogok szólni, hogy te ez a fülemnek fáj. Tehát, hogy nem várható el egy, attól még, hogy valaki golden retriever, nem várható el egy olyan tolerancia, hogy mindent el fogok neked viselni. És semmiképpen nem kéne úgy járni, mint amit az előbb említettél példa, hogy ott még a kutya fog kikapni, csak azért, mert esetleg ő szólt, hogy ez nekem fáj. Egyáltalán attól, mert hogy egy kutya mondjuk bír azon tulajdonságokkal, hogy terápiás kutyának nevezhető,
Lesz idővel. Vagy lesz idővel, tehetem-e egy hiperaktív gyermek mellé? Nem, tehát semmiképpen. Mert ugye itt ebből a kérdésből számomra az derül ki, mintha az orvosságot, a megoldást attól van, várta volna a szülő, hogy majd a kutya úgymond csillapítja a hiperaktivitását. De nem fogja, ő csak egy kutya, aki nem tudja magáról, hát, sőt, egy hiperaktívnak egy plusz olyan inger, amitől még több energiát termel magának a gyerek szerintem. Így van, tehát hogy ez egy tehát nem tehetem ki a kutyát egy ilyen áldozat szerepbe, nem hozhatom ilyen áldozat szerepbe, mert ő ott elszenvedője lesz ennek a körülménynek, és nyilván itt a megfelelő kezelés kell, hogy a felek egymástól leválaszthatóak legyenek, mind a gyermek is megkapja azt a kontrollt, hogy szabad egy állattal bánni, és nyilván ne lehessen a kutyát bármikor megközelíteni, vagy bármilyen tevékenységében megközelíteni, vagy megzavarni. Így van. Tehát, hogy itt mind a két fél esetén a szülői kontroll fog kelleni, mert itt két fejletlen idegrendszert kell védeni szinte a másiktól. No, hát a mai napon ennyire fértünk bele, mert hogy igen, mindig az van, hogy megy az idő. Szerencsére akkor jól telik. És folytatjuk mindenképpen, akkor ezt most már meg is beszéltük, majd mindjárt, amint elindul a zene, akkor mi egyeztetünk, hogy ezt majd mikor folytassuk. De egészen biztos, hogy akkor a folytatásban az lesz, hogy továbbra is az esettanulmányok, illetve a hallgatói kérdések felé vesszük az irányt. Aztán nekem még eszembe jutott, ha már ugye a folytatásban vagyunk, hogy én is bolond voltam, mert hát hiszen például az ivartalanítás és az azzal való tévhitek és egyéb kérdések, azt az mi még nem beszéltük meg. Így van. De majd. Jó. Úgyhogy még egy néhány évig itt el leszünk. Amíg vannak segítségre szoruló kutyák, addig én elérhető vagyok. Hát szerintem az még a következő egy században egészen biztos, ahogy hogy így nézem, lesz. Ahogy nézem, egyre többen, igen. Igen, hát Anita, köszönöm. Nagyon köszönöm szépen neked a lehetőséget, Tomi, köszönöm.